Nem tudom, mindenki, Peti is operatőrünk itt nagyban jelentkezik, hogy ő is, hát ezt nem értem. Jó, ezt ugyanúgy megkérdezhetnék, hogy a lányok miért babáznak. Tehát vannak ilyen érdekes kérdések. Például. Nem baj, de akinek sikerül és egy álma válik valóra, az egy nagyon jó dolog. Szerintem is. Most viszont a mozimánél blokkunkkal folytatjuk, mégpedig szuper exnőm. Jó dolog, de azért annak is megvannak a maga hátrányai. Nevetségesen szűk ruhát kell hordani, folyton segíteni kell másokon, és még a tetejébe tilos bárkinek elárulni az egészet. Szabadsága nincs, az embert folyton zaklatják a rászorulók. Jenny Johnson, akit egyébként Uma Thurman alakít, akit a másik életében gélányként ismernek, már nagyon utálja a szuperséget, és meg szeretne állapodni egy rendes pasi mellett. De persze. A munkafeltételek mellett mindenre kevés a remény, aztán találkozik Matt-tel, akit egyébként Luke Wilson alakít, és minden megváltozik. A srác helyes, laza és nagyon boldog, amikor rájön, hogy a barátnője szupernő. Az ilyesmi megédes, munkásabbak a hétköznapok és izgalmasabbak az együttlétek. De az első örömök után Matt mégis inkább fárasztónak tartja a szupercsaládot, úgyhogy lelét. És kénytelen rájönni, hogy a szerelmes szupernővel csak egy rosszabb lehet, egy bosszúálló szupernő, aki minden erejét beveti, hogy megbánásra késztesse egykori pasiát. Mit szólnál, hogy én szupernő lennék, Lavatitok? Azért megnézned itt, hogy egy szuper ruhás ruhában itt föl le, repkedje? Nem biztos, hogy jó lenne. Miért nem? Na mindegy. Szerintem nézzük meg a filmet, illetve az előzetesét, utána pedig jövünk vissza, egy kicsit vezetni fogunk. Jövő héten macskanő ruhába leszek. Nézd, de baba, szende könyvtárosnak látszik, pedig szexi vadmacska lehet. Mess Handers találkozott álmai nőjével. Szia! Nem! A csaj félénk. Neurotikus. A neurotikus bigék ördögiek az ágyban. Szexi. Gyerünk, ezt majd én. Oké. Okay. Ugye lehetek én fel? Eltörte az ágyamat. Ezt kerested? Ló, igen. De nem az, akinek látszik. Amint Dennis. Mi a helyzet? Itt a G-girl. Hogy néz ki? Pörgős, de elég jó csaj. Bár ne kéne titkolóznunk. G-girl jelmez van rajtad. Nem mondhatod el senkinek. Esküszöm. Mondd, inkább láncfűrészel a fenekemben járok, mint hogy elmondod. Ez is egy lehetőség. Mondd. Hamarosan. Hanyat akarod dönteni? A kollégám. Haverok vagyunk. Ne hazudj nekem! Szakítani fogok Jennyvel. Csak előbb mindenképp feküdj le vele. Utána már sokkal nehezebb. Ivan Reitman új filmje. Át kéne gondolnunk, merre tartunk. Most szakítasz velem? Még nagyon meg fogod bánni. Nyugi, mindezt mondják. Uma Thurman. Én vagyok a jó, te a gonosz. Hol a kocsi? Luke Wilson. Te vagy a legdögösebb csaj, akivel randiztam. Yeah! De a legőrültebb is, azt tudni. Farok! Hogy szakítasz egy csajjal? Aki ketté szakíthat. Ő G-girl. És nem lesz mérges, hogy ezt elmondtad nekem? Figyelmeztettelek, Mess Sanders! A szuper exnőm. Úgy érzem, hogy már megbántad. És visszajössz hozzám. Ezért vagy még életben. Pont, hogy Lacihoz én többet egy szót nem szólok. Tehát az, hogy lefogytam majdnem 30 kilót, te pedig azt mondod, hogy látszik az arcodon, hogy felszettél 4 dekát, egyszerűen megőrülök tőled. És te beszélgethetünk erről is, van most időnk egy blokkról. Nem, mindegy. Sokkal érdekesebb dologba fogunk most belemenni. A Laci nem pedig... pasiból van, mert a Laci nem pasi. A Laci az... Vivian, hogy mondhatsz ilyen gonoszakat? Gonoszakat? Fog ő most gonoszabbat mondani, tehát kedves hölgyek, lányok, nők, figyeljetek Lacira. Viszont nem, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy most, ha úgy veszük, akkor a nők mellett fogok kívánni, sőt, mindenképpen, hiszen egy olyan dologgal fogunk foglalkozni, egy pedig kis csaj, kis kocsiban. Sokan ugye... Felolvassam a bevezetőt? Nem, mert sokan, ne várjál, sokan azt mondják, ugye, hogy a nők, elvileg legalábbis sok férfi azt mondja, hogy a nők rosszabbul vezetnek. Na most ezt a
téves eszmét, téves dolgot akarjuk most megdönteni ez alkalommal, hiszen egy brit kutatás szerint sem a nők, sem a férfiak nem vezetnek nemi megosztás szerint jobban. Mindössze csak annyi a különbség a kettő között, hogy a nőknek az agy tevékenység teljesen másképp működik, tehát a lényegben másképp működik, mint a férfiaknak. Azonban ennek hátterében nem áll semmi. Gyakorlatilag nem tudtak kimutatni a brit kutatók olyan különbséget a női, illetve a férfi vezetők között, ami számottevő lehet. No. Mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy a nő az ugye tud egyszerűen vezetni, telefonálni, felfénykedni az ajkára, míg a férfi mit tud csinálni? Így ülni a kormány mögött és nézni előre. Igen, pont a széria egyébként cikk, hogy a nők általában könnyebben figyelnek több felé, viszont a figyelmük intenzitása felszínesebb, így gyakran válnak szélsőséges helyzetekbe, például pánikolnak, krízis helyzetekbe kerülnek, tehát adott esetben mondjuk egy agresszív vezető hatására sokkal hamarabb elvesztik a türelmüket és bepánikolnak. Na jó, hát azért ezt hozzá kell tenni, hogy miután megvan a jogosítványom, szembesülök azzal, hogy emberek mennyire nem tudnak vezetni. Tehát ezt érthetem magamra is, mert lehet, hogy más pont rám mondja azt, hogy nem tudok vezetni. Tehát nagyon, tehát mindenki ugye máshogy ítéli meg a vezetés képességét. De tényleg az, amikor van egy zebra, és könyörgöm, emberek a zebra előtt 5 méterrel átsétálnak az úton, egy forgalmi úton, ahol nagyon nagy a forgalom, az helyett, hogy 5 métert mennének a zebráig. És tudom, és szerinted mikor lépett mellém? Amikor egy 5 méterre voltam előtte, lelépett, és így kéreket húzom a kormány, átmenni a másik sávba, csak azért, mert ő lusta még 5 métert elsétálni a zebráig. Tehát ez így szokott lenni. Viszont egy valamit kimutattak ezek tudósok, hangsúlyozom azon az én véleményem, hogy mindenki kiforgathat. Nos, azt mondták, hogy a nők többségének fogalma sincs az égtájakról, és arról sem, hogy körülbelül mennyi 15 kilométer, viszont a sárga házt és a barna templomot tudják használni tájékozódási pontként. Ezért egyébként ennek kapcsán ki is találtak egy olyat, hogy a nők legtöbbször nagyobb térképet találnak, nagyobb térképet használnak, nagyobb térképet nyomtattak, pedig pont azért, mert a kutatók szerint a nők nem szeretnek ilyen kis füzetekbe lapozgatni, és abban kotorázgatni, és a helyeket megkeresgélni, ezért találták ki azt, hogy a nők számára egy nagyobb térképet használhassanak, ebben könnyebben el tudjanak majd tájékozódni. Kettőnk nagyon gonosz volt, mert azt mondta, hogy úgy emelt fel a bal kezed. És ezzel semmi gond nem lenne, mert az égtájakat simán felsorolom. De a kezemmel az a baj, hogy én kiskoromban diszlexiás voltam. Tehát én ezt nem kell úgy megérni, tehát nem az olvasással volt gondom, hanem az, hogy melyik a jobb és melyik a bal kezem. És nevetni fognak az emberek, de én a vezetés alatt tanultam meg. Tehát ez tényleg nagyon vicces, mert ugye, és onnan tudtam mindig, hogy melyik a bal oldalam, hogy megjegyeztem, hogy általános iskolában a táblán melyik oldalra volt felrajzolva a piros szív. De ez tényleg nem, tehát mindenki most fogja a fejét és néz furcsán rám, de ez tényleg így volt, tehát... No, viszont van még egy érdekesség. Ne szívassatok, nem nézek se balra, se jobbra, se sem erre. Tudom, merre van kész. Egy brit biztosító cég, illetve egy autóipari fejlesztő cég egyébként. Hát Lacival ugyanolyan autó. Milyen szempontok alapján választanál te autót? Szín, én el tudom típus, mondani. El tudom mondani. Teljesítmény. Nem rózsaszín lesz. Egyébként nevetni fogtok, de ugye én a rózsaszín autókkal egy picit irtózom. Tehát ez olyan Barbie, és ahhoz kell egy szőke hosszú haj, és úgy passzolsz a kocsiba. Lacival mi néztünk egy ugyanolyan autót, ugyanazt a márkát, csak ő mondjuk egy pár számmal nagyobbat, tehát úgy nézem, hogy a típus száma az másmilyen, és ugyanazt nézik, tehát azért ez valamennyiben hasonló. Na most én mindenképpen el kell mondanom, hogy én egy pici autón tanultam vezetni, tehát egy nőies francia autón, és nekem az tökéletesen bevált. Tehát én azt mondom, hogy én nem szeretnék egy hullaszállító méretű autóval menni, tehát ami tényleg olyan szinten nagy, hogy az nagyon nagy. Olyat én nem szeretnék, mert az a parkolás nehezebben fordul. Viszont gondolom azért vannak olyan terveid, hogy esetleg családod lesz, akkor mindenképpen mondjuk egy nagyobb autót tervezel. De az nem hosszúságára lesz nagyobb, hanem szélességre és magasságra. Itt meg is változik éppen a statisztika, hogy azok kimutatták, hogy azoknál a nőknél, akiknek már családja van, esetleg egy vagy két gyereke van, azok leváltják a kis autójukat, és igyekeznek mondjuk egy légterűt vagy egy nagyobb autót beszerezni, amennyiben lehetőségük van erre, és a család létellátó funkciót ellátva ezekkel közlekedni. Persze, de én azt hangsúlyozom, hogy én nem a magasság és a szélesség a problémám, hanem a hosszúsága. Uh-huh. Tehát az, hogy mennél hosszabb egy autó, tehát mostanában nagyon hosszú autókat terveznek. Uh-huh. És